Most ért véget az egyeztetésünk az Európai Tanács elnökével. Az előző hét sem volt könnyű, ez a hét azonban még annál is nehezebb lesz. NATO és Európai Uniós csúcs Brüsszelben. Veszélyes javaslatok vannak a NATO asztalán. Vannak tagállamok, amelyek ismét felvetették, hogy légtérzárat hozzunk létre Ukrajna felett. A NATO azonban egy védelmi szövetség. Arra képesek és alkalmasak vagyunk, sőt az kötelességünk is, hogy egymást megvédjük, de a NATO területén kívül katonai akciókba bonyolódni nem dolga a NATO-nak. Magyarország álláspontja világos, sem katonát, sem fegyvert nem akarunk küldeni a NATO területén túlra. Másik javaslat, amellyel meg kell majd birkóznunk, az orosz gáz és olajellátás kérdése. Ezt 10 nappal ezelőtt már sikerült rendeznünk, legalábbis 10 nap erejéig, amikor világossá tettük, hogy a szankciókat nem lehet kiterjeszteni az orosz gáz és olaj behozatalra, mert az Magyarország is néhány más Európai Uniós ország esetében aránytalanul, szinte elviselhetetlenül nagy terheket jelente, jobban fájna nekünk, mint Oroszországnak, akit a szankciók egyébként céloznak. Közösen néhány országgal föllépünk, és ismét meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátását és az ország működésének biztonságát.